Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és üdvözleteteket a Resident Evil 8-nak a 11. részénél, azt hiszem. Nem vagyok benne biztos. Örülök a visszajelzéseteknek, igazából ugye ez később láttam, mint ahogy a videók vannak. Úgyhogy láttam, hogy azt hiszem a 9. résznél, tehát ami most jött ki nektek, mikor, hanyadik, a hanyadik van ma, 4-én, ugye amikor kikerült a videó. Március 4, hogy nektek az nagyon meg volt vágva, és jobban szerettek, inkább jobban elméláztok a hosszabb órás videókon. Megmondom őszintén, hogy voltak egy kisebb, nagyobb problémák a felvétellel, úgyhogy ezért is ugye gondoltam, gondolom megvágom, de amúgy a felvétel másfél órás volt így durván, mert nagyon sokat szenvedtem azzal a halas bosszal, meg ugye egy-két helyen. Meg tényleg olyan sutyó voltam, mint egy... Na mindegy. És mondtam, állandóan megvágom. Mert így gyorsabb, tartalmasabb, ugye az izgalmasabb dolgok következnek egymás után. De ugye úgy látszik, tévedtem. Jobban szeretek, hogyha jobban kicsit... ugye el vannak nyújtva a dolgok, tehát inkább jobban szeretek, hogy aki a sztorisabb kifejtésebből van, hogy szenvedek. Igen. Igen, ebbe volt a kávé. Szóval, mindegy, úgyhogy ezt remélem, hogy a elkövetkezendőben is így fogom tudni csinálni. A 10. rész még meg lesz vágva, igyekszem nem durván megvágni, még nem készült el, úgyhogy remélem abban nem lesznek problémák, nem tudom, hogy miért a felvétel, most egyébként frissítés volt azzal a program, amit én felveszek, úgyhogy igazából nem tudom, hogy mi volt a probléma. A lényeg az, hogy majd látni fogom, de igyekszem nem nagyon széjjel vágni azt a részt. Az is kb. Egy órás volt, két lep egy picit több, most így nem emlékszem, de kb. Az is így ez az időtartam volt. Úgyhogy vettem, megpróbálom ezt a 14. részt már... nem széjjel vagrosni, meg ilyenek, szeretetek a hosszabb részeket. Tehát, képzeljétek el, hogy volt egy csomó, ezt nem tudtam, beléptem a játékba, mutatom. Beléptem a játékba, és én nem tudtam, hogy vannak ilyen bónuszok, értitek? Halványlila közöm sem volt, érted? És megvettem ezt a zsoldosok bónuszos játékmódot, majd kipróbáljuk, majd nem tudom, hogy milyen. És van extra tartalmak boltja. Nem tudtam, és volt egy csomó tapasztalati pontom, és abban képzeljétek el, megvettem 10 tapasztalati pont volt, azt hiszem ez a mód megvásárlás, mondom ki, majd kipróbáljuk. És akkor voltak különböző fegyverek, meg kés, meg mit tudom én, és akkor meg lehet venni a kereskedőből a fő, felvehetem a kereskedőtől a főjátékban. Úgyhogy most belépünk, és majd felveszem, majd kipróbáljuk, de egy csomó fegyelfetet, olyan sok tapasztalati pontom volt, hogy csak így lestem, mint hal a szatyorba, hogy pillogtam, hogy vat. És vettem végtelen lőszert is. Úgyhogy érdemes volt egyébként egy csomó mindent felvenni, meg megkeresni, meg mit tudom én, úgyhogy ezt ti is meg tudjátok venni. Úgyhogy vettem végtelen lőszert még, meg minden. Különböző dolgokhoz, úgyhogy végtelen lőszerem van, srácok, én ennek nagyon örülök. Értitek? Most már lőszert csak kell fölvennem, úgyhogy nem is fogom fölvenni a lőszereket, úgyhogy azt itt engedjük el. Úgyhogy vettem a sotiba is, meg mit tudom én, hát hallod, ezek szét lesznek kapva. Szétkapom őket. Na de, a játékot töltsük be, és ez az automatikus mentés, ezt ugye rámentettem ide. Igen. Most ugye rámentettem, mert hogy megvettem ezeket a tudszokat, ne legyenek elveszve. Úgyhogy igazából én örülök neki, én ezt a fegyvert nagyon-nagyon szeretem. És elméletileg, ha megnyitjuk a boltot, akkor ugye... Azt a mindenit. Hát lófasz pénzem van, igaz, ilyen pár százokért ugye lehet átvenni, tehát ez nem probléma. De mondjuk ez csak 271 sebez. Ez 350-et, de... De végtelen lőszer!
Ez is királyságosság, de ebben nem végtelen a lőszer. Még, de majd el fogjuk érni, meg azok a csicsicsúcsú. Csúcsú. Úgyhogy jó, majd beszerezzük, úgyhogy most... Au revoir. Ha, hello. Na, akkor menjünk, fiúk, lányok, most basszus pisilni kell. Oké. Nem tudom, hova kell menni. Mi volt a feladat? Mi volt a feladat? Srácok, mi volt a feladat? Ki kell jutni? Az vágom. Na, váltok. Heisenberg gyára. Aha. Hát... Fasza. Menekülj el a gyárból. Hát, köszi. Pont így gondoltam én is. Puskapor, az ilyeneket felvesszük. Emögött van valami. Ja? Pénze mindig szükség van. Ez amúgy mekkora jó már, hallod? Ezt próbáljuk ki. Gyertek! Oké. Na! Mit kell valahogy átmenni? Nincs elég áram. Oké, azt szerintem fel kell húzni, és oda át kell... Oké, értem. Nem. Oda is be lehet menni. Ó, miért kell ennyire pisilni? Ó, nem áll. Kávéhatás, de most már nem állunk fel, annál izgalmasabb lesz. Tudom, túl much info néha, de... Ez van! Kész! Most ez nyi. Ki kell jönni, ki kell jönni. Vagy így, vagy úgy. Basszus! Gyere! Gyere! Halló? Oké. Okay. Ha! Másik oldalról. Halljátok ezeket a hangokat? Mert én... Igen. Be vagyok tojva. Ez mi? Jaj, de valami nagy be kell rakni! Hát egy fotó egy ritka állatról, nem? Különleges madára. Ezt a sellős golyós ízét, ezt hova kell? Azt nem tudom. Ez egy öntőgép. Öntőforma. Aha. Ebbe is bele kell rakni valamilyen jelvényszerű. Úgy néz ki, mint talán beleillene a mélyedésbe. Hát ezt gondoltam. Mindenben mindig bele kell rakni mindent. Tehát egy... Mindegy, engedjük el. Ja, Istenem! Mi ez a vér itt? Mi az a vér itt? Hello? Azok nem... Két lőszer! Így aztán tenni kell bele. Egy lőszer. Ennyi volt ebben az összes lőszer? Azta! A szomorú. Ó, de nem megyünk be. Nem biza. Semmi, ez nincs elég áram. Olyan, milyen gyár ez? Na jó, akkor bejövünk. Akkor itt elővesszük a farkas előtt, mert az jó. De ez fel fog kelni. Ez meg fog engem támadózni.
Vagy nem? Nem hiszek. Mi? Milyen nyák? Öntőforma. Hát hallod, nem jó ez így. Én fosok tőle. Basz meg. Hallj meg! Hallj meg! Hallj, Istenem! Okay. Okay. Jó lesz. Fel kell venni a végtelen lőszereket a csávónál. Öntő... Ja, várja, mosolyog meg az öntő formám. Szuper. Jó van. Na! Mit kell itt öntögetni? Öntőforma. Na, szupi. Ige? 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 Öntsed be. Ugye? Olyan hangok vannak. Csihi puhi. Így lefújjuk. Így-e. Ú, de jó. No! Az ige. Hasznosnak tűnik. Hát gondoltam. Fogadjunk, ide kell. Nyilvánvalóvá váltam. Ó, te. Na, mielőtt még bemennénk a katyvaszba, felvesszük a... Aha. Sörétem kell. Pénz, az már mindjárt inkább. Nem tudtam, hogy ilyeneket fel lehet venni, értitek? Ó, Istenem, meddig kell még sétálni? De milyen jó kondiba van a csávó, érted? Úgy futkározok, mint a nyúl, ezt meg se áll sose. Na. Oké. Okay. Jó napot, uram! Konyha főzés. Hát... Igen. Ez még kéne halika. Két baromfi kéne még, meg két hal. Ez csodálatos. Ja! Várjatok. Hát csak elmegyek mosdóra. Most már. Ne haragudjatok. Ez. Nincs be se. Meg akkor fölveszem a zébigyót. A dolgokat. Láttak egy másodperc. Na, szóval. A bénázásom ellenére. Tehát beraktam a fegyót. Mindjárt mutatom, hogy... Hol vagyok? Csak a webcamot keresem, én magamat így, figyeljetek. Tehát, hogy itt látjátok, ott alattam, hogy ott a színén, hogy végtelen jel van. Tehát így... Az ugassa. És elfogyott. És akkor... Emberünk... Újra tölti! Hát ennél jobb életemben nem történt. Így már nem is annyira félelmetes a helyzet. De az úgy de mindegy. Nem írja egyébként, megnéztem. A hiába megyek be gyúkhoz, nem írja, hogy ez mégis milyen erősségű a fegyó. Tehát azért vannak problémák. Be kell vennem a fájdalomcsillapítót. Az agyam. Hmm.
Csatok mindenkinek az fej, ahol a leggyengébb. Na, én ezt most kipróbálom. Ilyen, és beraktam ezt a Csihipuhit is. Beraktam őt is, ő is végtelen, jaj, azt láttátok, ő is végtelen lőszer, meg ő is végtelen lőszer. Úgyhogy, gyertek genyók. Nagyon. Nagyon helye. Ső. Kell hozzá egy kulcs. Nagyon jó. Zárva. Ó, ott lesz valami. Oké. Okay. Mik ezek a hangok? Ott le lehet menni. Ott vannak. Ott jön. Nem látok. Azért felvette a pisztolylőszert, nem baj. Hűha. Ezek ilyen megbaszósdik. És ez le lehet lőni ezeket vajon? Igen. Ó, azon van egy csomó. Na. Na! Oké. Nem jó. Nem jó a szög. Na jó van, majd oda mentem. Úgyis, Istenek, végtelen lőszer van. Gyertek, genyók! Basszus, de... Megijedtem! Van. Csapkodják őket a jó Isten, vagy mi? Robbanógránát, az nem kell. Pénz, az mindig jól jön. Okay. Jó van, fiúk, lányok. Ezt nem tudtam, egyébként vannak ilyenek. Ez annyira jó. Egy útmutatót se láttam róla a neten, ugye azért, mert én szeretem, én ezt a Resident Evil-eket én nagyon szeretem. De ezt nekem senki sem mondta. Amúgy. Úgyhogy nektek ezt, nektek sem mondta senki, akkor én most mondom. Persze. Ha! Oké. Okay. Ja! Visszajöttem! Na jó. Mit kell hozzá? Nem. Ki kell robbantani? Nem á? De ki... Pótgenerátor? Persze már!
Mi vagyok én? Sörétet már nem kell fölvennem. Most is meghalok. Akkor meg is érdemlem. Ja, hogy oda... Jó. Oké. Okay. Csokkolom. Csokkolom, Babi néni. Ó, de jó. Végre! A gyár térképe! Oh. Ez mi? Kapcsolom. Jó. Ez mi? Szentgyes verzió, a teljesen kifejlett férfi holtestet lett felhasználva, a szívet átállítottam, majd betettem a kadaut. Az izomstimuláció elektromos sokkolása sikeres volt, agyhalott tehát nincs markas kognitív képessége, csak pusztító ösztönből mozog, aztán megáll. De jó. A koponyához rögzített fejfedő, az elektródák megerősítik a stabil agyhullámokat, első kísérlet vérfalkas harc, 3 percen belül szétszették és megették. A pusztítási gyilkolás képességei hiányosak. Egy 10-es verzió az alkart fúróval helyettesítettem, amit láttunk, hogy egyébként ott alácsikítoztam magam. Nem rendelkezik elegendő teljesítmény a hatékony mozgáshoz. Pedig ki élő testekkel, fúj. A Kadau reaktor beültetése a mellkasba. A teljesítmény nagy mértékben megnövekedett. Második kísérlet, vérfarkas harc, 1 perc alatt elpusztított 3 vérfarkast. Eredmények jók, de problémák vannak a reaktor tartósággal. A reaktor megsemmisülése esetén leállhat a működése. Szóval meg kell célozni a reaktorjukat. Értem. Akkor jó. Nem. Még van még itt valami? Ajaj. Vajon mi? Aha. Puskapor. Én visszamegyek. Vagy oké, hülye. Azt meg nagyon megijedtem. Ja, Istenem! Pusztulj, pusztulj, pusztulj! Tölts, tölts, tölts! Pusztulj! Nem kellett volna genyózni! Na. Csak nem esnek le onnan. De ide kéne valami. Jelzik a fej, egy fogaskerék. Fogaskerék! Mik ezek a hangok? Ja, hogy az jött, ja. Fú, majdnem betoltam. Ez a fogaskerék öntőforma. Ja? Hú, nagyon fájok, gyerekek. Nők, ti értitek. Agresszív vagyok. Nagyon agresszív. Az anyádat! Na már én. Adok nekik. Menjél már.
Szóval ki kéne majd kirobbantom. Na, igen. Jaj, nem-e. Mi fo... Jaj, Istenem, mi történik? De legalább van fény. Ja, bezáródtam, ja? Such a disappointment. Miért? I thought we could join forces against that bitch Miranda. Truly, truly disappointing. No. She took me. Took us to be her children. She locked us away. Úristen! Decades of being forced to serve her. Haj meg, léci! Meg akarja ölni a riba izét? Are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me, Ethan. What a freak. Sétáltam, majdnem belementem. Na akkor, ez összegezzük, a csávó meg akarja nyifantani Mirandát. Meg minden. Csak ugye a lányunkat akarja felhasználni, hogy erőhöz jusson. Bazd meg. És nyilván ezt ott jön. Ebből csinálok sörréteket. Ugye ez fegy lőszert. Miért nem mindig úgy fegyver, de egyetek meg arra gondolni. Ja. Basztek! Megijedtem! A szívem nem bír a stresszt! Ezt a fegyvert fejleszteni kell. Mi az ott? Róla felvettem most. Robbanó gránát, abba is felvettem a izé. Csokkola. Ne tessék be engem mindig bántalmazni! Taposóaknak. Hát ezt nem. Na. Na? Hogy eldobta az érdeklődést? Na.
Jó, hát... Ne már! Úristen! Jó, nyugalom, nyugalom van. Ez csapkolódik! Most kell! Jó, hátán van! Bazd, ne már! Pont eltaláltam a hátát. Nagy kisős mechanikus szív. Király! Jó van. Úgy megijedtem, hallod. Sörét. Ez van. Csináltam egy csomót. Komolyan az összes lőszert eladtam. Ami volt. És csináltam sörétet. Majd megvettem most ezt a izét. Ugye azt nem láttatok, azt ugye... És... Adtam az összes lőszert. És csak sörétet csináltam. Hogy ez férjen. Azért kell ezek a puskaporok, meg ezek. És csak sörétet vettem. Haha. Vagy izét. Nem sörített, hogy hívják ott. Amivel izébe... Baszd! Megijedtem! Ó, jaj, megijedtem! Jól vagyok. Na. Most átjössz még végre ezen az ajtón, vagy így hadonászol? Na. Bejöd van. Papon lőttem. Papon lőttem. Jó van. Hello. I've expanded my services. Please come take a look. Kibővítette a szolgáltatásait. Jó, de csóró vagyok. Igen, ezt még nem vettem meg, mert amúgy sem fér hova. Ezeket aztán megvettem. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. Ugye ezeknek van itt végtelen lőszerük itt balra. Nem sok pénzem maradt, de hát ez van. Na, vagyis... Elmentjük. Fű... Jó van. Ez egész jó. Kikupálódtam, hogy mindent... Ti is, ha játszatok a játékkal, nézzetek meg mindenki zeged zugot. Hát igen. Mert különben...
Mindent összeszedtek, minden, tényleg mindent, akkor így tök jó dolgok. Eshenek, hullnak, és ilyen tapasztalati pontot. Nem is tudom, hogy be lehet ilyenekre váltani, hogy végtelen lőszer, meg ilyenek. Ja. Nő. I don't give a shit about your family drama. Ez van. Itt vannak dolgok. Nincs, nem tudom hova rakni. Hát szomorú. Növény. Mi volt az? Kristály, vagy mi? Ah, igen. De jó. Ó! Ó! Milyen beüköző itt mindenki velem. Milyen rendes. Ha nagyon rendesek vagytok. Köszike. Milyen cuki borsók? Nagyon cukik. Ezt úgy itt kéne legránátozni, nem? Ebbe is ugye végtelen van, kézbevétel. Igen. Jó, de jó. De jó. Nyom az F-et is. Ja, hogy így tölt. Aha. Előre érzem. Na nem! Jézus Isten! Tölts, tölts már! Tesó! Nem, nem, nem! Ja Istenem, nem, nem, nem! Anyád! Majdnem betoltam. Kaptam olyan görcsöt, hogy azt hittem megőrülök. Jó van. Tölteni kell, mert... Hú, bazd meg.
jobban felnézni a karakter. Ne! Jó van. Ja, erre kell menni. Vagy nem? Merre? Ja, erre. Csak erre jöttem valamiért le, mert... Ja igen, elém ugrottak, azt majdnem lekapott a szívinfarktus. Aha. Aha. Ezek ilyen daraboláció. Úristen. Értem. Oké. Na, a fejezett mechanikus katona hátirakétás katona, hátirakétával egy fel stabilizátor lett. Bővítve sima katona, nagymértékben nőtt a mobilitás, kísérletek bizonyítják a korlátozott repülési képességét, nem tud hosszú távon repülni, de most már képes navigálni a rögös terepen. Felszett mechanikus katonapáncélozott katonpánc, micsoda! Alaminometezetből készült pajzs lett hozzáerősítve a sima mechanikus katonához, hogy megvédje a melkasi reaktort. És szabadon a lévő húst. Kísérletek bizonyítják, hogy a normál fülőfegyverek ellen sérthetetlen. A páncél nem bírja az erős lövéseket, további fejlesztés szükséges. Ja, hogy az! Igen, mert hiába nőttem ezekkel, csak a gyártérkép ez. Itt van valami. Ajaj. Dilo! That was close. Igen, ez közel volt valóban. Na, valami van a szellőző csatornába is. Főke... Aha! Van még, van még. Itt csillog valahol valami? Még igen. De mi? Micsoda? Ja nem, már semmi. Akkor nem szóltam. És akkor, ja. Körbe. Kőbe, 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 kőbe. Így. Mint az oviba. Azaz, fölmegyünk. Így. Elforgatjuk. Ting, ting, ting. Úgyni. Azt a mindenit, jó van. Na. Oké. Soon, she'll start her ceremony with your rose. If that happens, it's all over. For your kid. And for the whole village. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor
your papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Kulcs, ez az. És akkor ezt... Nem kell, mert abban is sok van. Nem kell. Most légtelen van belőle. Na, nézzük. Össze, még nem vagyunk legtetején. Gyúkot le kell hozni, vagy föl kell hozni, vagy nem tudom. Jaj! Jaj, ide kell! Jaj, és ezt a kulcsot kell megcsinálnom, ne szopas! Az le kell menni legalúra. Ott van az öntő lófittyfatty. Nem? Jó napot! Utazó! Nagyon szép a kezed! Hogy fújja a haját a szél, hallod? Nagyon aranyos! Hello! Úgy te sem vagy éhes, úgy látom. Na, nem baj. Én amúgy éhes vagyok. De van délután 4 is még nem ettem. Itt van valami. Ja, tarrébb tudom. Nem. De, jó. Nem találtam meg belőle egy golyót? Mit kell belerakni? Mert ez... Biztos nem ezt. Nem a sellőssel. És a sellőset se... Csináltam meg. Baszki, az hol volt? Nem lehet már visszamenni, mi? És ennek is van egy golyóka. Nem, már ezeket úgy szeretem. Aj, meg kéne találni a golyót. Amíg itt vagyok, lehet megnézem majd YouTube-on. Sötét van. Nem mondod. Jaj, ne szopas. Nem szeretem az ilyet. Baszki. Fájnak az izületeim, ne csináld már. Meg akarlak ölni. Meg akarnak ölni. Jó. Eddig fasza. De nem megyek oda. Hol az öntő forma? Mi volt ez? Hol az öntő forma? Itt kell lenni a minuszon. Várjál már. Ott mindent felszettem. Ott pici lófigy benne, még itt nem. Hol az öntő forma? Eltévedtem. Van még lejjebb kellene menni, nem? Segítséged, eltévedtem. Bejöttem a második. Ne! Na várjál, lehívjuk Gyúkot, visszamegyünk. Vagy felhívjuk, nem tudom. Csóri, visszamegyünk le.
Ah, Istenem. Gyúk, elbasztam. Egyen lehjebb még. Tudom, hogy egyen ott voltam, de nem tudom. Ide. Anyád, mekkora ez a gyár? Ez mi? Labirintus rejtvény. Labirintus. Omladozó fal. Oda kéne elmenni valahogy. De erre volt, nem? Ugye erre jöttem az előbb? Fű, baszki. Gyerekek. Most megint fölmegyek. És akkor... lefele! Bitch! Az nem kell. Na! Igen! Igen. Hol lett főn a golyó? Úgyis mindjárt vége a videónak. Heisenberg. Ah! A pici pocakom. Hú, mekkorát korgott. Igen. Ez mi az Isten? Mechanikus henger. Azt meg mi, minek? Hova? Nem tudom. Hű, te. Na jó van, kezdődik, jön. Semmit nem ér! Erről olvastam! Jó Istenem, gyerekek! Jaj, Dilo, mivel kéne megölni? Ezzel? Húha, nagy baj van! Gyerünk már! Na jó. Ez mi? Mire jó ez? Ezeket miért kell felszedni? Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Ja, Istenem! Ah, ugorj! Ugorj! Na? Nem tudsz lejönni? Mi volt el? Most meghalt? Csak nem ennyitől. Nem tudok visszamenni? Te? Vagy mi? Nem. Hát úgy leugrottam! Azt se tudtam, mi van! Baszki, most menjek körbe! Most szórakoznak velem! Akkor körbe kell menni. Gyerekek, én ezt nem hiszem el.
A felét nem hiszem el. Most azt se tudom, hogy hol vagyok, mit csinálok, csak megyek, mint egy bamba vakegér. Amúgy, nem jön, majd visszajövök. Kinyírtam egy lövésből? Nem hiszem. Bazd! Ne, az összes eltűnt innen, ne. Mi? Mi ez a hang? Mi van? Várjátok, itt volt, felszedtem a izét. Jöttem erre? De hogy jöttem el erre? Én nem tudom, hogy jól vagyok! De nem baj. Most hiába nézem a térképet, az engem nem fog meg. Öntőkép kapcsol. Ja, igen. Nem halt meg! Nem halt meg! Amúgy! Nem halt meg! Nem tudom felszedni. Jó, igen. Baszki, nem halt meg. Majdnem telefostam a bokámat. Igen. Itt is felszedtem dolgokat. Ja! Most körbejöttem. De csak nem bánt. Itt. Át se tud jönni. Na várjatok, visszamegyek. Meg kéne nyifantani. Jól van, de legalább leszettem róla a... Az hol van? Nem. Szerintem itt van bent? Haló? Ott van. Gyere! Na? Bitch! Tökéletes kis mechanikus szív. Biacs! Kellett neked itt frankizni. Két olyan jagáton. Nem azért a 2 forintért. Nem! Nem! Miért van belőle ennyi? Jól van. Nem pánik. Megtaláltam a szívet. Jó. Mindenki fejlessze fel a farkasölőjét. Az nagyon hatásos. És mindenki csak ebbe csináljon lőszert. Nagyon fontos. Sose láttam még sétálni, de valahogy csak ide jön be. Micsoda széke van. Ez se kis ember. Na, elmentettük. Helyzember kulcs. Ú.
Kinyitottam. You really are a tough one. But I'm tired of chit-chat. Time to die. Miért kéne meghalnom? You can hear it, can't you? Someone waiting for you. Valaki vár rám. Jaj, ne! Boss fight lesz. Egy olcsó légcsavaros gázturbina lett hozzá, ahol felhasználva, de lehetetlen irányítani, csak rohamozni tud. Túl nagy reaktor teljesítmény. Az idiótának sikerült levágni a saját karját a légcsavarral, a túlmelegedés is problémát okoz. Következtetés teljes kudarc. Jó! Tehát az a nagy pörgetjős valami. Azt kell tudni róla, hogy csak előre tud menni, rohamoz, viszont túlmelegszik. Gyec. Ja, Isten! Wa! Wa! Wa wa wa! Rohamoz! Á, ott a reaktor! Oké! Nem jó! Nem jó! Jaj, nem jó! Édes Istenem, nem már! Rossz helyre jöttem! Túlmelegedett! Majd nem tudom, mit csinál most. Jó, rohamozni fog, mindjárt. Úristen! Maradj már ott! Oké. Okay. Jó, hát azt nem tudom kezdeni, milyen nem normál módon, érted? Ja, még ezek mögé el lehetett volna bújni, aha, meg így megkerülni. Jó. Nem. Még valamit még fel kell venni, biztos. Szétnézek. Szivar! Miranda förtelmes, állnossága nem ismer határokat, számára mi csak egy rakás sikertelen kadó kísérlet vagyunk. Én szerencsés voltam, hogy a többi affinitásom volt az anyaghoz, mint a többi szerencsétlenek a faluban. Ezért még mindig a fiának hív. Micsoda vicc, sosem bocsátom meg nekem, amit velem tett. Ez az őrült riban sosem volt százas, nem lát különbséget a kísérlet és a család között. Miranda nem csak a testemet változtatta meg, hanem elvette a méltóságomat is. Ha nem ölöm meg, akkor életem soha nem lesz sajátom. Mégis lehet, hogy őrült derűs is, bárki át tud változni. A Megamite segítségével. Át tud változni bárkivé. Az egyetlen esélyem, hogy az a gyerek, Rose, ha hozzáférhetnék az erejéhez, akkor talán. Ha már itt tartunk, a gyerek apjának Ethannek is elég érdekes teste van. Tudtam, köszi. Talán rávehetném, hogy segítsen nekem. De miért nem fognak össze? Jó, értem azt, hogy oké, a gyereket akarja felhasználni, de miért nem... Az mi? Miért nem mondja azt, hogy tesó, meg tudjuk anélkül is jönni, nem? Ne a gyerekemet izélgesed már. Mi van veled? Fémtörmelék. Igen. Jó, már egy csomót elhasználtam, nem tudok kimenni, jó. Ja, mondom, na. Na! Oké, okay, ezt elhasználtuk. Biztos szükség lesz rá. Jó. Szóval visszamegyünk föl, vagy nem tudom, akkor biztos lehet menteni, vagy nem tudom. És...
És akkor elmentjük, és akkor innen fogom folytatni a következő részt. Na, szupi. Jó. Traktor! Király! Na. Bejátszás. Ó, itt a csávó. De nem, ám most volt boss fight. I've got a rebellion. So stay out of my way. Jaj, ne. Anyács. Nagyon örülök neki. Most mentünk föl! Kezdhetjük előről, semmi baj. Jó. Túlélted? Hé, bár a lőéktelen lőszerem volt, nem á? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. Micsoda? It was Miranda. Miranda. She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Oké. Gondolom most mindent elmond, vagy nem tudom, egy szerelgettek, mint a régi jó haverok. És mi történik? Ja, itt van. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold? Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything! That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose, holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. Ooh, Mr. Fedyo. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. And you take this and do me a favor. Try to stay under the radar. Ne hősködj. Okay. Én sose. Oh, micsoda fegyó. Oh. Jó. Okay. Hát itt el lehet menteni.
No, hát akkor fiúk, lányok, srácok, mindenki. Hát, azt kell mondanom, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas volt, de itt a vége mára. Úgyhogy én tényleg köszönöm nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a vágatlan változat. És igazából tényleg nagyon köszönök, remélem, hogy tetszett ez a rész is, és most már azért itt vannak a boss fightok rendesen, és a vége felé járunk. Úgyhogy nagyon jó ez a játék. Ja, és ne felejtsétek el megvenni, meg tapasztalati pontokat gyűjteni, mert akkor megvehetitek az ilyen végtelen lőszereket, meg ilyesmi. Ezt, ami nekem senki sem mondta, de amúgy van ilyen. Halljátok. Ugye nagyon örülök, tényleg. Fú, nagyon jó. Hát így meg még jobb. Úgyhogy találkozunk következő hét péntekén, akinek tetszett ez a videó, az nyomjon rá egy lájkot, akinek nem tetszett, hát akkor az lelájkolja. Egyértelmű. Úgyhogy minden egyes ilyen dologról várnám a kommenteket, nyugodtan írjátok meg, mi tetszett, mi nem tetszett, meg hasonló finomságok, úgyhogy addig is jók lettek, találkozunk következő héten, sziasztok!